Üdvözöllek! A weboldalakon tipikusan vannak olyan dolgok, olyan adatok, amelyek a weboldal különböző részein, aloldalain, több helyen is megtalálhatóak. Például én a telefonszám, vagy e-mail cím, vagy különféle adatok, vagy különféle személyes, vagy céges adatok, például a cégnév. Hogyha ezeket megadjuk a weboldalon több helyen, több aloldalon, és később valamelyik módosul, akkor nyilván mindenhol át kell írni. Ennek a kézben és észben tartása nem mindig egyszerű feladat, meg eléggé kellemetlen is, hogyha sok helyen át kell írogatni a weboldalunkon ezeket az adatokat. Erre néznénk meg egy nagyon jó megoldást, amelyel mindez elkerülhető, egyetlen helyen kell csak megadni, és akkor utána, hogyha ott módosítjuk, akkor mindenhol módosulni fog. Ez látogassunk el a bővítmények új hozzáadása menüpontba, és ennek az a neve, hogy Shortcoder. Ezzel shortkódokat hozhatunk létre nagyon egyszerűen egy vizuális felületen. Természetesen ez más célra is használható, nem csak arra a célra, amit most megnézünk, viszont erre is tökéletes, telepítsük fel. Kapcsoljuk be. Rendben, és akkor vándoroljunk el ide a beállítások shortcoder menüpontba. Egy shortcode létrehozáshoz meg kell adni a nevét. Hát tegyük fel, most akkor egy telefonszámot szeretnénk mi egy shortcoddal létrehozni. És látod, hogy rögtön megjelenik a shortcode, amit majd fel kell használnunk, de először meg kell adni ennek a tartalmát. Grafikus vagy pedig HTML üzemmódban. Grafikusban is megadható, csak ennek van egy apró problémája. Most átváltunk a HTML-re, akkor látod, hogy bekezdések közé került. Ez azért nem jó, mert ugye a bekezdésről azt kell tudni, meg is tudom mutatni, hogy hát az így néz neki. Előtte és utána is üres hely keletkezik, plusz ez új sorba kerül, amit a bekezdésben megadunk. Ez így nem jó, a legtöbb esetben legalábbis, ezért töröljük ki, így. Persze nyugodtan tartsd meg, hogyha neked ez így megfelelő, de én kitörlöm. És hát akkor igazából ennyi. Megadtuk a nevét, megadtuk a tartalmát, és akkor create. Ezzel a shortcode létrejött. Na most, ha ki kéne másolni a shortcode-ot, hogy fel tudjuk használni, akkor kattintsunk rá itt alul. És akkor itt van, ebbe bele kattintva, ezt ki lehet innen másolni, így látható. Persze, aki szeretné, meg is jegyezheti. Ctrl-C. Hozzunk létre egy új oldalt. Új hozzáadása. Legyen ennek az a neve, hogy kapcsolat például. És akkor telefonszám, ide pedig beillesztjük. Csak most HTML-ben van, átváltunk grafikusra. Ide beillesztjük. És igazából ez így ennyi közzététel. És akkor nézzük meg. Látható, hogy behelyettesítésre került azzal, amit itt mi megadtunk. Viszont innentől kezdve mindig ezt a shortcode-ot megadjuk, és akkor ez behelyettesítésre kerül, akárhány oldalon meg lehet ezt adni. És természetesen akármennyien shortcode-ot létre lehet hozni. Nyomok itt egy back-et, hogy visszakerüljünk ennek a kezdő lapjára. E-mail például. És akkor itt megadunk egy e-mail címet, valami kukac, valami.hu, create. Ezzel ez létre is jött, itt van alul. Amúgy látható, hogyha valamelyiket kiválasztjuk, például az e-mailt, akkor itt ki lehet kapcsolni ideiglenesen ezt a shortcode-ot, vagy pedig ki lehet kapcsolni az adminoknak. De amúgy lehet módosítani, és látható, itt van update shortcode, hogyha át kellene írni. Visszamegyünk back. És ezt lehet törölni is egyébként. Itt van egy ilyen kuka ikon, hát elég furán van megoldva, de hogyha a balegeret lenyomjuk és nyomva tartjuk valamelyik shortcode-on, áthúzzuk ide, majd itt felengedjük a kukán, akkor ez törlésre kerül. Látható, már csak a telefonszám maradt meg. Hát ez igazából így használható, persze más célból is létre lehet hozni shortcode-okat, akármilyen tartalommal, és ez nem csak ilyen egyszerű tartalom lehet, hanem látható, hogy tulajdonképpen itt akármit megadhatunk, akármilyen formázással, a megszokott dolgok vannak itt tulajdonképpen. Ráadásul ennek egyébként még paramétereket is meg lehet adni, csak ehhez azért már némi HTML ismeret nem árt, illetve HTML ismeret birtokában lehetne hatékonyan használni paraméterekkel, úgyhogy most erre nem is térnék ki, de alapjában erre úgy gondolom, hogy rendkívül jó szolgálatot tud tenni.